hányszor fordult már elő veletek az, hogy például gyerekkorotokban egy kedvenc számotokat elkezditek énekelgetni, de hát valahogy kb. Így hangzott. Vicse, bikicsuna, vicse. Majd amikor egyel idősebbek lettetek, egy kicsit már nyilván elkezdett érdekelni, hogy vajon pontosan mi is állhat ezek mögött a sorok. És utána néztetek és vagy lecsekkoltátok a dalszövegeket, azaz a lyrics-eket, vagy egyszerűen csak olyan lyrics-es videókat néztetek a videó megosztó portálokon, amikben alapból bele volt ez építve. Ja, hogy Big in Japan! Higgyétek el, ezzel bemászik a fejetekbe a cucc, és ezzel akár a nyelvtan is, és már lesz egy jó kiindulási alapotok a nyelvtanuláshoz. Rengeteg videónak előbb kerül fel a lyrics-es videója, mint a valós videóklipje. Márha egyáltalán készül hozzá, ezt köszönd meg Justin Biebernek. Justin Biebernek? Hát azt imádom! Baby, oh. Hát ennyi voltam mára, úgyhogy köszi szépen, hogy velünk voltatok, és gyertek a legközelebbi alkalommal is, addig pedig kommentben írjátok meg, hogy melyik az a kedvenc idegen nyelvű számod, aminek a legjobban tetszik a szövege. Csá!